különbségek leküzdéséhez szükséges intézkedésekkel. A közgyűlés aggasztónak véri a szélsőségek, különösen a rasszizmus és az idegenellenesség újbóli erősödését, és ezen eszméket zászlajukra tűző pártok növekvő választói támogatottságát. Ennek a tendenciának a megfordítása érdekében a közgyűlés felszólította az európai országokat egy világos és következetes elhatárolódási politikára. Szeretném a magyar közvélemény és a tisztelt ház figyelmébe ajánlani, hogy a szélsőséges eszmék népszerűségének növekedése egyik meghatározó okaként a közgyűlés azt jelöli meg, hogy az egyes demokratikus politikai pártok is hajlamosak rasszista szólamok hangoztatására szavazóik megtartása érdekében. Tartok tőle, hogy hazánkat is érinti ez a probléma. A probléma kezelése érdekében az Európa Tanács több intézkedés meghozatalára szólítja föl tagállamait, ilyenek például. A közgyűlés felszólítja a tagállamokat, hogy büntetőjogukba építsék be a gyűlöletbeszéd elleni rendelkezéseket. Ennek hiánya miatt már az Európai Bizottság Monitoring Bizottsága is elmarasztalta hazánkat. Kétharmados többséggel csak a szándék állhat a törvényi szabályozás útjába. A közgyűlés felhívja a tagállamokat, hogy kezdeményezzenek párbeszédet a civil társadalommal, valamint nem kormányzati szervekkel, melyek a társadalom széles spektrumát képviselik. A közgyűlés arra is felhívja a tagállamokat, hogy kezdeményezzék etikai bizottságok felállítását a politikai pártokon belül és a parlamentekben a rasszista, antiszemita és idegenellenes magatartás vagy beszéd szankcionálása érdekében. Itt szeretném bejelenteni, hogy a Magyar Szocialista Párt frakciója kezdeményezi a parlamentben a tanácsi ajánlásnak megfelelően ilyen etikai bizottság felállítását. Kérdezném tisztelettel miniszter urat, illetve államtitkár urat, a kormány és mögötti álló Fidesz-KDNP milyen konkrét lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy eleget tegyen az Európa Tanács ajánlásainak, és hogy elkerülje a látszatát is annak, hogy azon demokratikus pártok közé tartozik, amelyek összekacsintanak a szélsőséggel a szavazat maximalizálás érdekében. Tisztelettel várom válaszát. És még államtitkár úr válaszát meg se hallottuk. Államtitkár úr Rétvári Bence, 2 percben. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Úgy érzem, hogy a kérdése már hangulatfokozónak jó volt ezen a viszonylag laposabb órájában a parlament ülésének. Azért először is a körte meg az alma kérdését felvetném képviselő úrnak. Nyilvánvalóan nem hasonlítható össze minden európai ország az adott idegengyűlölettel kapcsolatos kérdésekben. Vegyünk csak egy nagyon közeli példát, én például az elmúlt napokban Münchenben voltam, ahol minden negyedik lakos már nem német állampolgár, de bizonyos rajnamenti nagyvárosokban, ahol elég erős az iparot, 51% fölé emelkedett a bevándorlóknak az aránya. Nyilvánvalóan ez egy másfajta helyzet, amire az ön által is idézett Európa Tanácsi irányelv született, vagy ajánlás született, nem keverendő össze semmiféleképpen magyarországi példával. Ugyanakkor nagyon egyértelmű szerintem Magyarország álláspontja. Én hadd mondjam kereszténydemokrataként személyesen azt, hogy mennyire fontos példa nekünk például Varga László esete, aki kereszténydemokrataként mindig a demokratikus normák mellett volt. Ezért mind a barna, mind a vörös diktatúra idején menekülnie kellett. Ezért nagyon fontos szerintem, hogyha bármifajta ilyesfajta elnyomásról beszélünk, vagy szélsőséges eszmékről, akkor ami speciális közép-európai történelmünk miatt mindig legyünk arányosak, és mind jobbra, mind balra nézünk. Bár igazából én azt mondom, nincs is szélső jobb, meg szélső bal, hanem csak szélsőséges eszmék vannak, amikor embereket gyilkolnak valamilyen eszme nevében, akkor igazából csak szélsőség van, az teljesen mindegy, hogy jobb vagy bal oldalról érkezik. Éppen ezért kell ez ügyben fellépnünk. Ugye Magyarországon a nemzetügyek kormánya fontosnak tartotta a közbiztonságnak is a megerősítését, ezért egy egész javaslatcsomag volt itt a parlament asztalán a tavaszi ülésszakon, amely megerősítette a tekintélyét ezeknek a különböző szerveknek. Nagyon fontos volt az, hogy az ön által említett különböző múltbéli pusztító diktatúráknak a rémtetteit, ha tagadta valaki, akkor most már a kommunizmus tagadása és ugyanúgy büntetendő cselekmény, bár hozzá kell tegyem, hogy egy egészséges társadalomban ez nem BTK-s kérdés, elsősorban nem társadalmi etika kérdés, de járt az időm, pedig még lett volna, amit mondanom. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Biztos lesz még rá alkalma államtitkárnak, hogy a témában szóljon. Megyünk tovább. Pál Béla, az MSZP képviselője kérdést kíván feltenni a nemzetgazdasági miniszternek. Mi történik azokkal a családokkal, akiknek a helyrehozhatatlanul megrongálódott ingatlanok hitellel terhelt, kinek kell rendezni és milyen módon a bank felé fennálló tartozásokat címmel Pál Béla képviselő úré a szó, MSZP. Köszönöm a szót, elnök úr.
Tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim! Elismerésre méltó az az összefogás, amely a vörösiszap katasztrófa által érintett térségek lakóit segíti, és amelyben szinte az egész ország részt vesz. Elismerésre méltó a kormány és a különféle szervezetek, civil szervezetek, egyházak, karitatív szervezetek és a pártok, magánszemélyek önzetlen segítsége is. Mégis mindezzel együtt szinte nap mint nap felvetődnek olyan új és újabbnál újabb kérdések, amelyekre korábban nem kellett választ keresni, de a katasztrófa okán az új életkezdéshez, a családok életének újrateremtéséhez mindenképpen szükséges a pontos és a korrekt tájékoztatás. Az egyik ilyen, hogy korontári lakosok jelzése szerint, amely már azóta néhány sajtóorgánumban is megjelent, amint megsemmisült a házuk, a bank már jelezte is, hogy a jelzálog hitelt felmondja, mert a fedezetérték megsemmisült, ebből következően egyben kellene visszafizetniük a tartozást. Kérdezném államtitkár urat arról, hogy mi történik azokkal a családokkal, akiknek a helyrehozhatatlanul megrongálódott ingatlanuk hitellel terhelt, kinek kell majd rendezni, és milyen módon a bank felé fennálló tartozásukat. Kaphatnak-e mindehhez haladékot, vagy valamilyen fajta segítséget? Várom megtisztelő válaszát. Két perces válaszadás lehetőséget Cséfalvai Zoltán államtitkár úr értesít. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Valóban felmerült a sajtóban sok ilyen hír. Én arról tudom tájékoztatni, amit a bankszövetség, a pénzügyi szervezetek állami felügyelete, vagy néhány bank tett ebben a tekintetben. A bankszövetség képviselője határozottan cáfolta ezt a hírt, az ISZAP-ára hivatkozva egyetlen esetben sem küldtek felszólítást vagy felmondást. A pénzügyi szervezetek állami felügyelete a kérés megfelelő rendezésére vezetői körvelet szólított fel pénzügyi intézményeket, és jogsegélyszolgáltat állított fel a károsultak részére. A felügyelet felhívta a hitelezők figyelmét, az általuk önként vállalt az ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásról szóló kódexre és ennek betartására. A legnagyobb lakossági bank jelezte, hogy kiemelt prioritásként kezeli a segélynyújtást, az érintett ügyfelekkel együttműködve keresi a megoldást, adósvédelmi programjának teljes eszköztárát, törlesztő része csökkentése, fizetési moratórium és más eszközök felhasználásával. A bank jelentse azt is, hogy lemond a biztosító által térített, a hitelezőre engedményezett kártérítésről, amennyiben az összeget az ingatlan helyreállítására vagy új lakóingatlan vásárlására fordítják. Egy másik ugyancsak jelentős lakossági bank jelezte, hogy minden érintett ügyfelének, akinek az ingatlan fedezete a katasztrófával sújtott településeken helyezkedik el, 6 hónapos fizetési moratóriumot ajánl. Ezen időszak alatt sem a tőkét, sem a kamatokat nem kell fizetniük az adósoknak. A jelzálog hitel felvételénél a hitelezők megkövetelik a lakásbiztosítás megkötését, a biztosítások azonban általában nem terjednek ki emberokozta ipari katasztrófákra. A Magyar Biztosítók Országos Szövetsége ennek ellenére felhívást intézett a biztosítókhoz, amelyben a rendkívüli helyzetre való tekintettel kérte, hogy társadalmi felelősségük tudatában kezeljék a kialakult helyzetet. Én úgy gondolom, tisztelt képviselő úr, hogy az eddigi intézkedésekből, a piaci szereplők reakciójából is látszik, hogy a bankok és a biztosítók is minden eszközzel próbálnak segíteni a súlyos katasztrófa áldozatainak, és a lehető legméltányosabb megoldást megtalálni. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen, tisztelt országgyűlés! Ferenci Gábor, a Jobbik képviselője kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás miniszternek. Mikor kerül sor Nagyalásonyban és a környező településeken az egészségügyi ellátás ésszerűsítésére? Címmel Ferenci Gábor képviselő úré a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr! Nagyalásony lakossága az egészségügyi ellátás területi besorolása alapján jelenleg észszerűtlen módon Ajkához tartozik, miközben Pápa városa sokkal közelebb fekszik, és a lényegesen több buszjárattal könnyebben megközelíthető. A helyi lakosok szeretnék elérni, hogy településük Nagyalásony a szakorvosi ellátást, valamint a munkaalkalmassági vizsgálatokat tekintve Pápa városához tartozzon. A szakorvosi ellátás, a vérvétel, a munkaalkalmassági vizsgálathoz szükséges tüdőszűrő vizsgálat Pápán történő elvégzése lényegesen kisebb terhet róna a lakosságra. Pápára utazni Nagyalásonyból sokkal könnyebb és gyorsabb, mint a körülményesebben megközelíthető Ajkára.
A távolság jóval nagyobb, a buszjáratok pedig egyáltalán nem igazodnak az ajkai szakellátáshoz. Nem beszélve a lényegesen magasabb utazási költségekről. Egy helyi lakos által hozott példa. Amennyiben Ajkára reggel 8-ra kapunk időpontot egy vizsgálatra, akkor csak délután tudunk hazautazni. Ezzel szemben, ha ugyanerre az időpontra megyünk Pápára, akár 9.50-kor, akár 11.40-kor hazamehetünk Pápáról, és fél óra múlva már otthon is vagyunk. Ajkáról egy óra az út. Ajkára reggel 5-kor kell elindulni, Pápára pedig reggel 7-kor. Óriási különbség ez például egy terhes kismamának, vagy egy idős embernek. Hozzáteszem még, hogy az innen munkába járók, az ingázók 95%-a Pápára jár dolgozni. Ez a keserű probléma a közeli Dabronyt és a környék több más települését is érinti. Nagy Alásonyban sikeres aláírásgyűjtést folytattunk a szakorvosi ellátás és a munkaalkalmassági vizsgálatok helyszínének ésszerű kijelölése, Pápa városába kerülése véget, melyet a lakosság zöme aláírásával is támogatott. Úgy tűnik számomra, hogy számos kistelepülést helyismeret és kellő körültekintés nélkül soroltak az elmúlt években az ellátást végző városokhoz, a helyi közösségek érdekeinek figyelmen kívül hagyásával. Tegyünk meg mindent a vidéki emberek életének megkönnyítése érdekében, hogy a falvak lakossága végre egyenrangú állampolgárként élhessen hazánkban. Kérdezem a tisztelt miniszterurat, van-e akadálya annak, hogy Nagy Alásonyban és az érintett településeken az egészségügyi ellátás OEB területi besorolása mi hamarabb észszerűbbé válhasson, és a helyi lakosok élete könnyebbé, a falvak élhetőbbé váljanak. Köszönöm megtisztelő válaszát. Ha jól látom, akkor Halász János államtitkár úr válaszol a kérdésre két percben. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Az ellátási területek kijelölése a fekvőbeteg szakellátásban már korábban, míg a járóbeteg szakellátás esetén a közelmúltban zárult le. Az ellátási terület meghatározását az ANTX illetékes regionális intézetei végezték a kistérségi kirendeltségek bevonásával. Az ellátási terület meghatározására, módosítására vonatkozó részletes szabályokat az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény tartalmazza. Az ellátási terület meghatározása során az ANTS-nek a törvény értelmében adott szakma esetén a régió területét átfedés és hézagmentesen kellett meghatározni, azaz az nem lehetséges, hogy egy szakma tekintetében a Nagy Alásony Ajkához és Pápához is tartozzon egyszerre. Tisztelt képviselő úr, szeretném felhívni figyelmét arra, hogy az ajkai kistérséghez tartozó Nagy Alásony és Dabrony települések a törvény szerinti ellátási kötelezettség megállapítását megelőzően is Ajkához tartoztak beutalás tekintetében azokban a szakmákban, ahol az ajkai Magyar Imre Kórház szakellátási kapacitással rendelkezett. Az ANTS az ellátási terület megállapításánál figyelembe vette a korábbi betegutakat és a beutalási rendet is. Az ANTS tájékoztatása szerint az ellátási területről hozott hatósági döntéssel szemben jogorvoslati kérés az ügyfelek részéről nem volt. Kérem, engedje meg, hogy a törvény 5. paragrafus 4. bekezdésében foglaltakról röviden tájékoztassam. Ezen szakasz értelmében a települési önkormányzat ellátási érdekből kezdeményezheti az önök esetében a pápai és az ajkai egészségügyi szolgáltató fenntartójánál az ellátási terület módosítását. Abban az esetben, ha a települési önkormányzat megkeresésétől számított 30 napon belül nem történik megállapodás, akkor az egészségügyi államigazgatási szerv a települési önkormányzat kérelmére módosíthatja az ellátási területet. Tisztelt képviselő úr, javaslom, hogy az új képviselőtestületek, ha egyetértenek a települések lakóinak kezdeményezésével, akkor tegyék meg a megfelelő lépéseket az ellátás észszerűbbi tételére. Egy-egy jobbikos képviselő ül a testületekben, el lehet indítani az ügyet. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, Balog József, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás Miniszternek. Milyen kormányzati intézkedéseket tervez a szaktárca annak érdekében, hogy újra működjenek a Gyurcsány-Bajnai korszak alatt bezáratott kisiskolák címmel? Balog képviselő úr, a szót. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Számos vidéki önkormányzat a szocialista kormányok megszorításai miatt képtelen volt önerőből fenntartani a település kisiskoláját, így az bezárásra került. Sajnos erre a sorsra jutott szülőfalum Fülöpháza kisiskolája is, így az ott élő általános iskolás gyermekek naponta ingázni kényszerülnek lakóhelyük és Kecskemét között.